Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a sportcsarnokban, mögöttünk javában zajlik a galambok zsűrizése. Bazsó Istvánnal, a V139-es Galambtenyésztő Egyesület vezetőjével beszélgetünk. Épp az előbb mondta, hogy 59 éves az egyesület, de nem is tudja, hogy hanyadik kiállítás ez. Mit kell tudni a mostani kiállításról? A mostani kiállítás a hagyományokhoz híven nagy galamb kollekcióval sikerült megrendezni, köszönhetően a környező egyesületeknek. Tudnélik, a viszonság alapján mi is szoktunk kiállítani a környező egyesületbe, így mi is elvárjuk, hogy jöjjenek a tenyésztőtársak a mi egyesületünkhöz is, de ez működik, és tehát évtizedekre most már mondhatjuk visszamenőleg, ez így működik, és jól működik. Tehát akkor itt láthatunk karcagi galambokat főleg, de akkor milyen egyesületnek a tagjai vannak még itt? A kiállítók a környékből egy 50-60 kilométeres körzetből, de ezen kívül is Tarnaméráról is például van, meg Kecskemét mellől is jöttek, de túlnyomó részt a környékből egyesületből, mert viszont azt tudnivaló azért, hogy elég költséges például Tarnaméráról eljönni, az 400 kilométer, mert 100 oda-vissza kétszer kell megtenni, és elég költséges, de a tenyésztők lelkesek, meg mi méltányoljuk az ő hozzáállásokat is, a díjazás egész magas színvonalú, meg azt hiszem, hogy elmondható is, hogy ilyen környezetben Európa meg országos kertet szoktak csinálni, mert tágos, világos, tehát minden kritériumán megfelel a galambkiállításnak, tehát minden szempontból kitűnő, és igyekszünk lépést tartani nem csak a kiállítás helyszínének a színvonalával, hanem a díjazással is. Tehát olyan díjakat vásárolunk, a képződött bevételünk nagy részét díjazásra fordítjuk vissza az egyéb kiadások mellett, tehát mindenki kap díjat, aki kiállított legalább 6 darabon, aki megtisztelte egyesületünket azzal, hogy ő kiállított, azt mi egy emlékserleggel díjazzuk a hozzáállását, még ha nem ért el eredményt is. Hát ez is egy ösztönző a következő versenyre neki. Itt mögöttünk azért még javában folyik a bírálat, tehát ön azért nem tudja még megmondani, hogy hány kiváló galamb van, de biztos, hogy szakszemmel ön is körbenézett. Milyenek a galambok? Mit jósol, hogy sok kiváló galamb lesz? Hát igen, két nagy kollekció van, a texán fajta. A texán fajtából 101 darab van, a kingből meg, bocsánat, a mondaimból meg 113 galamb került kiállításra, ez nagy kollekció. Ezt egy bíráló ezeket nem is tudja elbírálni, mert általában 50 galambot bírál egy bíráló, de ezekhez az előbb említett két fajtához 4 bírálót hívtunk, külön összesen 10 bírálnak. Ők az MGKS, tehát a Magyar Galamb Szövetség delegált bírálói, ők is természetesen különböző helyekből és szakirányú bírálók végzik ezt a munkát. Hát a díjazásról a galambok, aki kiállítás hozzá, általában az ő általa gondolt legszebb galambokat hozza, azon kívül a bírálaton, illetve a bírálókon múlik, mert a szakmai bírálaton meg szerintem bizonyos fokú szubjektivitás természetesen, hogy társul ez, mert hiába van pontrendszer rögzítve sarokpontok szerint, de mindenképpen a szubjektivitást nem lehet kiküszöbölni, csak minimalizálni legfeljebb. Tehát a galambok nagyon jól tűrik, itt nagyon szépen csendben vannak. A kiállítás szombaton vasárnap lehet látogatni, bizonyára sokan lesznek, hiszen minden évben sok érdeklődő szokott lenni. Vasárnap lesz a díjátadás. Itt mondta, hogy nagyon sok serleget fognak átadni. Mit vár azért, hogy a karcagiak kieleskedni fognak, hiszen azért minden évben szoktuk látni, hogy nagyon sok jó tenyésztő van Karcagon. Mit vár? Tehát mondjuk a saját galambja itt vannak-e saját magának, mit vár? Vannak galambok, hát különösebben nincs olyan kiemelkedő állományom most, mint volt egy pár évvel korábban, tehát én egy közepes eredményt várok magamtól. Egyesületi szinten ott tényleg nagyon szép állományok, kollekciók vannak bemutatva, de ahogy tetszett is mondani, tehát hagyományosan jól szoktak szerepelni a karcagi egyesületek, az élben szerepelnek, vagy menyelik, vagy közel ott van a karcagi csapat. Tehát ez a hagyomány gondolom nem fog megtörni. A látatok alapján remélhető, hogy bízhatom, még nem tudjuk, mert még nem lehet oda menni végül is a bírálat, nem lehet zavarni, ez értelemszerűen így működik, vagy csak így működhet, de semmilyen szinten lehet befolyásolni a bírálókat. Én bízom bennem, meg én is láttam a galambokat, tehát nagy valószínűség az élbe fogunk végezni csapatszinten is. Reméljük, így lesz, akkor vasárnap majd kiderül. Én azt kívánom, hogy jövőre a 60. éves egyesületnek még nagyobb kiállítása legyen, és még több helyről érkezzenek galambok és galambászok. Köszönjük szépen jó kívánságokat. Még mindenképpen meg kell említeni, hogy ezt a kiállítást, hogy már több éve, több, talán már egy évtizede is itt rendezünk a sportcsarnokban. Ez köszönhető a Karcagváros önkormányzatának.
mert nélküle egy másik helyszínen is meg tudnánk rendezni, de nem mutatná ezt a képet, mint amit itt ez a tényleg kitűnő sportcsarnok, ami nem csak sportolásra, hanem galambkiállításra, vagy egyéb más rendezvényekre is alkalmas. Úgyhogy a magam is az egyesület nevében mindenkinek kell, a tisztelt nézőknek kellemes karácsonyi ünnepeket, illetve kellemes, vagy boldog új évet kívánok. Köszönjük nézőink nevében, és önnek is, és az egyesületnek is hasonlókat kívánunk. És tisztelettel várjuk az érdeklődőket, a galambszerető karcag, illetve környékbeli látogatókat.